kikérem magamnak. Tehát hogy jön ahhoz valaki, hogy a Magyar Honvédség képességét és ezen belül a katonákat inzultálja? Szeptember 18-án reggel Vácon járt a honvédelmi miniszter, ahol megtekintette az árvízi védekezésben szolgálatot teljesítő önkéntes műveleti katonákat. Szalai Bobrovnicki Kristóf a helyszínen kikérte magának, hogy bárki is a védekezésben szolgálatot teljesítő katonákat bírálja. Azzal a Facebookon tett bejegyzésével kapcsolatban kérdezném, amit ugye akkor írt, mikor Magyar Péter támadta ugye a védekezésben résztvevő katonák számát. Mit gondol erről az egész jelenségről, hogy kialakult egyfajta homokzsáképítő verseny, hogyha lehet így fogalmazni? Hát úgy is mondhatom, hogy kikérem magamnak. Tehát hogy jön ahhoz valaki, hogy a Magyar Honvédség képességét és ezen belül a katonákat inzultálja? Ez nem fejetlen kapkodás, ahol odaszaladunk, ahol éppen eszünkbe jut, csak azért, mert a kamerák ott vannak. Ez egy átgondolt, nyugodt, higgadt, tervezett manőver, úgyis mondhatnám, hogy hadművelet. Itt a katonáknak támogató funkciója van, a vízügy szakmai álláspontja alapján meghatározzák azt, hogy milyen igényünk van. Mi oda megyünk egy hadműveletszerűen, ahol ránk szükség van, nem ahol eszünkbe jut, vagy ahogy valami politikus kitalálja a gáton. Kikérem magamnak, hogy ilyeneket mondjanak katonákról, akik részben hivatásszerűen, részben pedig akik itt állnak önkéntesen, területvédelmi tartalékos, magától, kedvel, örömmel bejön. A Magyar Honvédség nem tréfa, nem lehet inzultálni. Szükség van rá.